Már most is számos példa van arra, hogy bizonyos kisebbségek a magyar testvéreinket támadják. Lopnak, rabolnak, és ez ellen sok esetben a rendőrség nem tesz semmit. Az ilyen helyzetben van szükség azokra a hazafiakra, akik készek tenni mindazokért, akiket az állam magára hagyott. Amikor Franciaországban kitört a lázadás, nemzeti érzelmű fiatalok járőröztek éjszakánként az utcákon, és segítették a rend helyreállítását. A rendőrség eljutott végre odáig, hogy keményebben lépjen fel a migráns horda ellen. A migránsok és rendőrök közötti összecsapások azonban elkerülhetők lettek volna, ha már kezdetben erélyesebb fellépést választja a rendőrség, de a legtöbb rendőr fél a liberális jogrendtől. Hiszen ha egy nem fehérbőrű bűnözővel szemben keményebben lépnek fel, annak az a következménye, hogy a rendőr ellen eljárás indul és meghurcolja a közmédia. Szükséges volna felismerni a rendkívüli állapotot és eltörölni azt a liberális jogrendet, amely miatt a legtöbb esetben nem merik használni a fegyvereiket a rendőrök. Következő felszólalónk és általa vezetett szervezet rendszeresen kiáll a magyarokat elnyomni próbáló erőkkel szemben. Jöjjön a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője, László Attila. Köszönöm szépen a felvezetést, szokásos köszöntés, bajtársak, adjon az Isten! Minden magyarnak! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ki ezen a szép nyári estén itt összegyűlt, és nem a Balaton partján fejezi be a napozást, vagy készül a holnapira. Nagyon fontos ügy mellett kell, hogy kiálljunk most. És köszönöm a Magyar Önvédelmi Mozgalom budapesti egységének is, hogy mindig lehet rájuk számítani, és most is itt vattok velünk, Bartal András bajtársam vezetésével, a MÖM budapesti vezetője. De elmondanánk, hogy a budapesti csapatunk az egyik legaktívabb egysége jelenleg a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak. Szinte minden héten egy-két akciónk már jut sajnos a fővárosra is, úgyhogy van tennivalónk. De hát térjünk vissza a jelenlegi helyzetre, hogy miért is állunk itt. De elég sötét felhők gyülekeznek már régóta Európa égboltján, ahol az árulók, a haszonlesők és az ördög helytartói ülnek a trónon, és irányítják a nemzetállamok szétdarabolását. Miközben marokkói seregeink, a normalitás és az ősi keresztény rend hívei vívjuk látszólag reménytelen harcunkat, a nemzetünk megmaradása és az életterünk védelme mentén. De mi nem adjuk fel. Nem adjuk, és nem hagyjuk a hazánkat és a szabadságunkat. Harcolunk, és védünk. Azért, mert tudjuk, hogy a végén győztesek leszünk. És gondolom, nem csak én, hanem azért itt nagyon sok nemzeti érzelmi honfitársam, itt vegyes érzelmekkel állunk itt, hiszen szerintem most köztünk nincs olyan, akinek itt jelenleg ne fájna Trianon. És azért ebben valljuk be, a franciáknak is jelentős szerepük volt történelmi Magyarország szétdarabolásában. De mégis mi, akik felelősen gondolkodunk az életterünk védelme mentén, most azt kell, hogy hirdessük, hogy nekünk, nemzeti érzelmű magyaroknak és a nemzeti érzelmű európaiaknak össze kell fognunk, és közösen kell megvédenünk a földrészünket az idegen térhódítástól. Ezért én most azt vallom, hogy jelenleg félre kell tenni a történelmi sérelmeinket, és egy irányba tekintve kivont kardokkal felvenni a harcot az életünkre törő ellenséges hordákkal szemben. És majd, ha megvívtuk ezt a harcot, akkor majd az Isten kegyelme
és az igazsága majd megoldja Magyarország helyzetét is. Az árulók bűnhődni fognak, a győztesek pedig megkapják a jutalmukat, azt, ami visszajár. Úgy legyen. Mert milyen áruló senkiházi politikusok azok, akik az európai kulturális gyökerekkel semmilyen szinten azonosságot nem vállaló, és a társadalmi együttélési normákat semmilyen formában nem ismerő vadak kezére játsszák át az európai nagyvárosok kerületeit, a csodálatos utcáit, és az a több ezer éves történelmi romantikát, amelynek az egész világ a csodájára jár. De mi nekünk a feladatunk, magyaroknak, ebben az európai nemzetvédő harcban? Nekünk az, hogy védjük meg a saját országunkat, és segítsük a velünk együtt gondolkodó európai polgárokat. Ez a mostani kiállásunk is erről szól. Egy üzenet a francia nemzetnek és Európának, hogy mi magyarok, akiket ugyan még olyan mértékben nem sújt a migráció, a migráns terror, mint a franciákat, mi itt vagyunk és átérezzük ennek a helyzetnek a súlyosságát, és szolidaritást vállunk mellettük az életterük megvédéséért folytatott küzdelmükben. Hiszen ha mostani ütembe halad az Orbánék által vezényelt gazdasági bevándorlásnak nevezett migráns cunami Magyarországon, akkor rövid időn belül mi is hasonló etnikai jellegű vandalizmussal fogjuk szembe találni magunkat. És azok az idegenek, akik most még békésen dolgozó, és úgynevezett felvásárló erőnek számító külföldiek, néhány év múlva majd a magyar vállalkozókat és a magyar kereskedőket kifosztó vandálok lesznek. Nekünk ide nem kell az eltérő kultúra. Majd ha egyszer kíváncsi leszek arra, mondjuk a pakisztáni szokásokra, és mondjuk megengedhetem magamnak, akkor legfeljebb elutazok Pakisztánba. De nekem ide Magyarországra ne hozzák az idegeneket! Inkább hozzuk haza a magyarokat. Úgy, hogy a multik fizessenek tisztességes európai béreket a magyar munkavállalóknak. Van itt már nálunk elég mógózóna és eltérő kultúra így is, hiszen a hazai cigányság egy részének, és hangsúlyozom, nem a cigányság összességének, hanem a cigányság egy jelentős részének az integrációs képessége gyakorlatilag a nulla alatt van. Magyarországon is vannak olyan települések, településrészek, külvárosi területek, amelyek már a rendőrök számára is no-go-zónának számítanak. Ahol már a rendőr, a mentő és a tűzoltó nem meri betenni a lábát. Ahol már csak a készenléti rendőrség, vagy a TEK, vagy a hadsereg tud egy intézkedést lefolytatni. Az se egyszerű módon. Magyarország is roham léptekkel halad egy társadalmi anarchia felé, és már nem kell Borsodba vagy Szabolcsba menjünk érte. Én Dél-Pest megyéből érkeztem most, a Monori körzetből, ahol szintén mindennapos harcot kell vívjunk azért, hogy fennmaradjon a rend bizonyos település részeken. Nincs már időnk, és már nem lehet meghátrálni. Mindenki azért jobb, ha tudatába vési, most harcos idők fognak elkövetkezni. A teljes társadalmi összefogás ideje, a normalitás és az életterünk védelme a mi érdekünkben és a gyermekeink jövője védelmében. Nincs mire várni, össze kell fogni mindenkinek, aki normális és aki magyarként akar élni ebben az országban. Hiszen amikor már a rendőr és a dolgos, kétkezi munkából élő cigányember
és a magyar önvédelmi mozgalomhoz fordul segítségkéréssel, hogy igazából már nincs miről tárgyalni. Csak közös erővel fogjuk tudni megfékezni a nyakunkban lihegő apokalipszist. De mi még most meg fogjuk tudni állítani. Csak össze kell fogni, és közén kell állni. A jelenlegi regnáló kormánynak ugyanis semmi más nem számít. Csak a pénz és a hatalom megtartása. És nekik az sem drága érte, hogy ránk szabadítja a gazdasági bevándorlók százezreit. A balliberális pártokról pedig jobb nem is beszélni, hiszen ők már a magyarokat verő antifákkal is képesek összefogni azért, mert annyira gyűlölnek bennünket, magyarokat. Mint ahogy most itt is, a civil és a pártpolitikai egységes magyar nemzeti akaratnak kell összefognia. Jelenleg a Mi Hazánk mozgalom és a szövetségesei mellé kell felsorakoztatni a társadalmunkat, mert mi vagyunk az egyetlen egy magyar érdekképviseleti, politikai és civil társadalmi közösség és összefogás. Ez a feladatunk, és nekünk, a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjainak is, hogy a civil társadalmat magunk mögé állítsuk, és hadrendbe állítsuk a honfitársainkat. Biztatok mindenkit arra, hogy álljatok közénk, mert mi vagyunk, aki az erőt jelenti, és mi leszünk azok, akik a szebb magyar jövőt hozhatjuk el újra magyar haza számára. Hogy kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget, szebb jövőt, és harcoljunk válvetve együtt, mert Magyarország a magyaroké.